Szeretnénk bevonzani az udvarba a családokat, a gyerekeket, hogy nem csak a szórakozásról szól, kulturális rendezvények is vannak az udvarban. Nyuszi fület készítünk, és tavaszi virágokat, mert már nagyon várjuk a tavaszt. Olyan dolgokat készítünk, amik könnyen elkészíthető minden korosztálynak, papírból dolgozunk, vigyázunk a ruháinkra, filctollal, ceruzát használunk, és itt mindenki nyuszi fülé változik, az arcfestő lányok meg készítik a nyulakat, pillangókat, és bármi, ami a gyerekek kérése. És most már hagyományosan évek óta jövünk húsvétkor, és mindig szuper programok vannak, és ilyen sokan vagyunk, és ez nagyon izgalmas. Az állatok Monorra jöttek, egy háztai gazdálkodásból, és úgy tűnik, hogy bírják egyelőre. Az egyik elszalad, de a foltosak nem. Hát én nagyon jó ötletnek tartom így húsvétkor, hogy így az állatokhoz be lehet így menni, meg lehet simogatni, meg a lányok nagyon szeretik ezeket a kézműves foglalkozásokat, úgyhogy emiatt jöttünk mi ide ma. A vasúttörténeti parkban mindenféle színes konfettit kölgünk föl, hiszen húsvét van, ünnepeljük, többek között tojásokat festünk, írunk, autentikus mintákkal látjuk el. Kitelepült ide a Magyar Kézműves Szövetség is, amint látjátok itt mögöttem, kézművesek kosarakat fonnak, hogy a tojásokat bele lehessen tenni, illetve színpadi műsorokkal bűvészek fogják kőolni, Ferenc bűvész elővarázsolni a nyuszikat, a Katáng együttes fog nyuszikról is énekelni, tehát az egész nap a nyusziról, a húsvétról és a locsolkodásról szól itt a vasúttörténeti parkban. Itt ezen a kreatív kis szigeten, a vasútörténeti parkban a gyerekek különböző papírdolgokat, tojást tudnak csinálni, fejdíszt, nyuszis fejdíszt, tavasz tündérfejdíszt, de lehet raffiából szívecskéket már egy kicsit az anyák napja felé hajolni. A nemezből csodálatos kis gumidíszeket, tulipánt, virágokat és gyertyát is lehet mártogatni, és ezt mintha itt megcsinálják, haza is vihetik. Próbálunk jó kis ötleteket is adni a szülőknek, gyerekeknek, amit könnyen elkészíthető, és mégis népi művészet. Végül itt a jó idő, tavasz van, ki tudunk menni a szabadba, együtt a család, gyűjtjük a sok-sok tojást, eljöttünk kicsit. Csimogattam lámát is, meg nyuszit is. Hello! Ki az tojás? Az állatok jól bírják az egész napos érületet, ugyanis ugye ezeknek az állatoknak az a munkája, az vannak hozzászokva, hogy aranyosak, gyerekekkel dolgoznak, és egész nap sétálnak velük, illetve a gyerekek simogatják őket. Emellett ugye heti 5 napot pihennek, csak heti 2 napot dolgoznak rendezvényszezonban, ezért a pihenés is megoldott a számukra. Egy kicsikét fura, de nekem nagyon jó, jól megy, de nem annyira. De még gyakorolnom kell gyorsan.